Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete. Mit akar üzenni neked? Vagy miről hallgat? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt megemlíteném, hogy havonta megjelenik a havi ingyenes hírlapom. E-mailen keresztül megrendelheted, minden hónapban van egy havi téma, leírom, hogy mikor milyen szertartások vannak, van egy asztrológiai előrejelzés, és azok, akik megrendelik a havi ingyenes hírlapot, minden hónapban kapnak kedvezményeket. És most megtekintjük, hogy mit üzennek a kártyák. Először is megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt van mozgás, vidámság, kapcsolatok, csevegések. Én úgy érzem, ő jól érzi most magát. Mi az ő gondolata? A medve jelenti az ő erejét. Ő be akarja bizonyítani magát. Ez az erő lehet a belső erő is, az ő hite. A medve lehet egy személy is, akinek szava van. Ez lehet az apukája, lehet a főnöke, lehet egy ügyvéd vagy egy bíró, és lehet, hogy ezzel a személlyel javul a helyzet, hiszen van kapcsolat, lesz csevegés. Hogyan érzi magát? Itt ez a virág jelenti a tisztaságot. Itt vannak részéről tiszta érzelmek. Vagy úgy érzi, hogy jó lenne veled valamit tisztázni, valamit rendbe hozni. Mi az ő szív üzenete? Mit közöl veled? Ez a torony. Jelentheti azt, hogy veled együtt ki akar építeni valamit, meg akar nagyobbítani valamit. Amennyiben ő még házas, akkor a torony lehet egy bírósági ügy, lehet az ő vállása, hogy ő majd mondja azt, hogy igen, most elválok. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is, amiről ő beszámol. Lehet, hogy eddig nem jelentkezett, és most elmondja azt, hogy sajnálja, hogy visszahúzódó volt, de voltak nála problémák, és kéri azt, hogy értsd meg az ő helyzetét. A torony jelentheti azt is, hogy ő fogva érzi magát ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keres egy kiutat, keres egy megoldást, mert ezek lehetnek az ő korlátozásai, az ő félelmei is. Mit szeretne mondani, de nem mondja ki? Az utak jelentenek egy találkozást. Ő találkozni akar veled, hiszen az utak kereszteződnek, tehát találkozásról van szó. Amit az utak még jelenthetnek, ezek a döntések. Ő komoly döntések előtt áll, de nem beszél erről. Hogy lát téged? A kereszt az jelentett egy spirituális területet, vagy vallási témákat. Lehet, hogy úgy lát téged, hogy vallásos vagy, megvan a hited, vagy érdekel a spirituális terület. Amit ez a kereszt még jelent,
amikor a sors utak kereszteződnek, ez lehet egy kármikus kapcsolat, és hogy érzi azt, tudja azt, hogy ez a találkozás nem volt véletlen. A kereszt ugyanúgy, mint az utak, jelentik a döntéseket is, hiszen ha elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, akkor elgondolkoztok azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, ugyanúgy, mint az utaknál döntésekről van szó. Az utakról nem beszél. Viszont látja, érzi nálad ezt a keresztet, az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy elvárásaid vannak, és tudni akarod azt, hogy ő milyen döntéseket fog hozni a közeljövőben. Mi fűz össze benneteket? A hold. Ezek lehetnek anyai érzelmek is, de amikor kettőtökről van szó, akkor jelentheti ugyan a gondoskodást is, de inkább utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, különösen az esti órában gondol. Rád érzi azt, hogy te is gondolsz rá, vagy álmodozik rólad. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, persze nyugodtan leírhatod a véleményedet is a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.